itt van az újabb szállásunk, nem is tudom hányadik nap, mert már nem bírom követni. Gyergyó Csoma falván vettünk ki egy vendégházat. Ez románul Csumáni. Este elmentünk a falu resztébe egy pizzát enni, nagyon finom volt. Aztán visszajöttünk és szépen elaludtunk nagy nehezen. Tényleg 100%-ig falu feeling. Itt a falu végébe vagyunk elszállásolva. Itt épp beszélgetnek. Nem tudom, mit beszélnek itt. Ez egy... Hát... egyemeletes ház. De így, mikor megyünk a padlón, lehet hallani. Szóval a lentiek is hallják, mikor léptelünk. Ez volt az egyik rossz dolog. Itt volt két ágy, külön-külön. Nagyon szűkös kis hely, de... Hoppa, bejött egy légy, vagy mi az? Miért csak akart bejönni? Ennyi az egész. Ennyi volt az egész. Szűkös kis hely, valamint a fürdő közös. Ezt is megmutatom. Ez volt a közös fürdő, és az emeleti közös fürdő tusoló. Nagyon nehezen lehet tusolni, mert mind ment ki. Vécé, tükörkagyló, mit kell bírni. És itt van a kocsink, jaj, még jött valaki. Húha, nem tudom, hogy fogok onnan kihúzni. És itt kell lemenni. Amúgy nagyon szép kis vendégház. Jó, nézd meg, felborulok itt mind a... Amúgy itt össze-vissza van minden dolgunk. Mindenhova felvisszük a csomagjainkat. Nem tudjuk, hogy mi hol van. Már nagyon, nagyon össze-vissza pakoltunk. Na, hát ennyi volt Csumániból, még lefilmezem a kinti részt. És akkor indulunk Gyergyóba. Még talán, nem is tudom, a Gyilkostó, Békási szoros. Aztán még lehet bepöccintünk még egy helyszínt, meglátjuk. Na, majd még jövök vissza. Köszönöm szépen a figyelmet. Na, ez volt a házikó. Még megmutatom kívülről. Itt van a falu. Jó volt, de hát tűrhető. Na, menjünk tovább. Megérkeztünk Gyergyószárhegy községbe. Lazária. Románul ez a helyi tanács, polgármesteri hivatal épülete. Ez kb. A központ. Itt van egy szép kis tér. Itt van az a régi templom, amit meg akarunk nézni. A hátul van vár is, Lázár várra. Itt van egy furcsa szobrok. De most először is megyünk. Hát remélem lesz valami reggeli, meg kávé. Iszunk, izogálunk.
tényleg mentünk. Nagygyilkostó felé ilyen az út. Üdvözletem a közlekedésügyi miniszternek. Szégyeld magad. Komolyan. Na, nagy nehezen megérkeztünk a gyilkostóhoz. Nagyon búsak vagyunk, mert nagyon rossz az út. Nagyon, de nagyon. Mintha világháború tört volna ki. Lebombázták teljesen. Nem épp, de szomorú. Kaka, fos. A gyilkostól megyünk a Békási szoroshoz. Pa, 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 pa. Hát megérkeztünk a Békási szoroshoz. Nincsenek olyan sokan gyilkostól, hát többen voltak. Itt nem nagyon látszik maga a szépsége, de nem nagyon lehet megállni az úton. Csak inkább gyorsan kell menni. Voltunk a Békási szorosnál, most a Békási tó, tároló, tározó. Itt van a gát. Jó nagy. Na, ez nem Szent Anna tó, mi? Ha? Ki hol van nagyon? Ez még, ez csak az egyik kicsi része. Még a gyilkosztónál is nagyon régos volt egy olyan kicsi. Le lehet menni? Gondolom lehet. Nem szóltak ránk? Ahogy látom, van katonai hajó is. Lehet hajókázni. Ilyen halászházikók. Na milyen? Szép. Tiszta. Tiszta. Mennyi fér egy jegyet? Nem szabad. Na és sokat, sok minden nem szabad. És amúgy sokat. Nem baj. Mindegy, volt meg végig. Hát ez az egész tó. Tározó. Mondjuk van egy kis szemét. Na, itt vagyunk a Csalhó hegységbe.
tudom, ha látszik ott a távolba, de még fogjuk látni. Itt vannak legparkolva autók. De szép az erdő is. Na hol vagyunk, na hol vagyunk? Csahló lábánál. Nem tudom, hát majd megmutatom, nagyon szépen látszik a hegység. Itt megszálltunk félúton Borszék fele. Ez Borszék és Bikász között van egy nagyon jó út. A Csahló nemzetközi parkon keresztül vezet. Nemrég újították fel. És itt van hátamnál. Van a Csahló hegység. Ez pedig a szállásunk, egy kommunista hotel. 3 csillagos, de hát majd a szobát megmutatom később. De most megyünk enni. Nagyon 70-es, 80-as évek feelingű. Mondjuk kívülről szép. Na hát itt van a hotel resztje, az árak. Picit drága, de nem is csodálom, mert ez a hely az Isten háta mögött van. Ott van. És a Csahló háta mögött. Igen, a Csahló háta mögött. Ott van Krisztina fejénél a Csahló, hogy fix most a csúcsa. Na, eszünk egy jó kora falatot, mondjára. Na, én rendeltem egy lövest. Meg egy csukot. Én megéhezek. Megjött a kaja. Nyami. Na hát, ettünk egy jót, 110 lej volt, igazítottam 2 csukkot, felét ott hagytam. Kávé, kóla, meg levest is vettem, másodikat is. Ott van a Csahló, csak nem látszik, jön az eső. Itt lehet itt látni? Itt van. Vannak ilyen boltok, nem is nagy érdekesség, egy levendulás butik volt, ami különleges volt. Itt van egy ortodox katedrális. Bent van a templom, ez csak a kapuja. Hát itt télen ez síparadicsom, ha jól olvastam. Vannak ilyen izék, össze-vissza, hotelek, és hát ilyen kommunista blokkok is. És tele-tele erdő. Ugye a Csahló hegység 1907 méter magas. Mit mondtam? Valami ilyesmi. Ha nem ide leírt. Van itt egy tömbházal, nagyon nagy a látképet. Ott ne. Meg ilyen van pár kommunista tábor. Hotel is. Jó, ez tábor. Ez még fennmaradt a kommunizmusból. Hát azért annak itt elszállásolva, úgy látom, diákok. Mert jönnek ide táborozni. Mennek a Csahló hegységre. Ja, meg biztos viszik őket Bikászhoz. Az erdőbe. Van különböző útvonal. Meg lehet nézni. Flor de Colc. Ott is Flor de Colc elettünk. Villa. És itt pedig egy nagyon ocsmány blokk.
tömbház. Elvétve kutyák. Ami a legjobb, hogy jó a levegő, nagyon jó. Nagyon csend. Most nincsenek sokan, és ez a kutya dörgölőzik a falhoz. Így kell dörgölőzni a falhoz. Biztos bolhás. Bolhás szegény. Viszketnek ki minden. Itt már érződik, hogy Romániában vagyunk, pedig nem jöttünk sokat Hargitától. Strada Pellerinului. Ilyen a hotel beltere. Csaklóhegység. Ott van a reszti. Itt van a recepció. Itt van a régi szoba ki a... De nem. A tűzüt neki, ott van a táblázat, hogy hova meneküljünk. Az régi fotel. Jaj, mind a horrorfilmekbe. Most kijön egy koszás és letépi a fejünket. Itt hát legalább van automatikus villany. Mozgásérzékelős. Már nincs, mert spóroltak vele. Ez a kilincs nem látszott, de ez is Ceausescu időbeli. Itt felkapcsolom a villanyt és megmutatom. De ez maga a szoba. És itt van a Ceausescu féle kilincs. Így kell forgatni. Jaj. Elég jön ki. Lehet itt forgatni. Ha, így be van zárva, nem is kell bezárni. Ez a fürdő. A fürdő viszonylag tiszta. Így. Tiszta body, tiszta törőközök, és tiszta a kád, úgyhogy fürödhetünk. A szoba két ilyen szimpla ágy. Ilyen szimpla bútorok. 80-as évekből, de lehet a 90-es évekből. Még egy kicsit újabbak. Hát ilyen szimpla. Konzervatív bútorzata. Ja, és hát igen, a kommunizmus akkor Fram hűtőszekrény. Ugyebár. Ami nincs beindítva. A kilátás meg magáért beszél. Kocsik-kocsik hátán. Ott pedig fent, csak nem látszik, ott lenne a csalóbecsik. Na, és ott van a kocsink, ott. Az. De legalább van termopán ablak. Milyen a szoba? Nagyon jó. Uh-huh. És azt hiszem, hogy a tévét is kommunizmus éra szerint tették be, mert ugyebár hétfő van, vagy nem hétfő?
Ha nincs hétfő, akkor van műsor. Csütörtök. Akkor van műsor. Prima Sport. Na, milyen csatorna ez? Szóval így kell hagyni. Így. Mert ugye nem volt adás régen. Igen. De te nem is emlékszem, miről beszélsz. Ja, hallottam, 88-ban születtél. Nem is igaz, 73, de... Na jó. Ennyi volt a szoba. Tűrhetően nyilván árba 220 lejót, úgyhogy... Többi mind drágább volt. Holnapi még lesz olcsó. Korondon. Azt is megmutatom, hogy milyen. Na, menjünk akkor.